Az mindenképpen lényeges, hogy valaki magára fordítson annyi időt, hogy például napi vagy heti szinten ránézzen a dolgaira, az őt érintő olyan eseményekre, amik nagyon erős érzelmeket váltottak ki, és megpróbáljon utána menni, hogy az vajon miért érinti őt annyira, és mennyire van a helyén ebből a szempontból. Tehát, hogyha mondjuk sorozatos megaláztatások érik, akkor nézze meg, hogy ő honnan hozza azt, hogy egy ilyen helyzetbe kerülhetett, miért csinálja ezt mondjuk 2 évtized óta, hogy benne marad egy ilyen helyzetben, mikor tett magáért mondjuk, hogy az helyzet megváltozott. Tehát van ennek egy saját magával folytatott párbeszéd része is. Ha ez nem elég, akkor nagyon izgalmas tükröket jelenthetnek nekünk, hogy a környezetünkben levő emberek, párunk, gyermekünk, hogy lát minket, a barátaink, a rokonaink, és ebből kiindulni, most nem feltétlen a mély interjúk szintjén, de hogy megnézni, hogy alapvetően mit tükröznek vissza róla. És aztán azokat megfogalmazni, amikben azt érzem, hogy a legtöbb gondom van abban, hogy képviseljem magam, ha nem tudok előrelépni így önerőből, vagy ilyen összeszedett dolgokból, akkor szerintem az önismereti csoport tud a legtöbbet hozni, hiszen ott azért más emberek szemében látom visszatükröződni magam egy védett környezetben. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog azért, hogy az önismeret mélyítése közben nagyon védtelennél tudok válni. Tehát ugye leteszem azt a páncélomat, hogy itt most az image-et képviseljem, hanem azt mondom, hogy itt megmutatom magam, tehát akkor tényleg védtelen és sérülékenyé válok. Ez egy önismereti csoport keretében van, akkor bármilyen élesen tükröznek engem, ott vigyázni fognak rám, hogy megtartsanak ebben a sérülékeny állapotban, és így átdolgozhatom magamon ezeket a dolgokat, majd ezekkel a tudásokkal fölvértezve már másképp megyek ki a külvilágba, és hogyha más tükrözi azt, akkor arra már jobban föl vagyok készülve. És hogyha ez sem elég, mert azért sokszor van, hogy egy csoporton kiderül, hogy egy olyan korai elakadással van dolgunk, amit egy csoport nem feltétlen fog megoldani, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy arra a dologra koncentrálva egy egyéni segítséget kér valaki.